2013, perceken belül itt a karácsony. És mondanom se kell, hasonlóan, mint tavaly, a pályázatokat is most írták ki. Vagyis ahhoz, hogy sikeres pályázatot adjunk be, a két ünnep között dolgozni kell rajta. Igaz, hogy 60 nap múlva lehet beadni az anyagot, de előtte regisztrálni kell. Ami azt jelenti, hogy legkésőbb 2013. január 1-én regisztrálni kell, és csak akkor tudják beadni a pályázatokat, amivel sok-sok millióhoz jutnak. Többször kérdezték tőlem, hogy miért jó az, hogy ilyen bonyolultak ezek a pályázatok. Miért kell olyan úgy elbonyolítani, hogy fehér ember ezt ne tudja megoldani? Valójában a pályázatokat úgy kell elképzelni, hogy egy nagyon bonyolult zárat, vagy ajtón egy nagyon bonyolult zárat látok. Ez valójában a pályázati kiírás. Ebben a pályázati kiírásban, ha én beteszek egy kulcsot, ami pont abban a zárban való, csak akkor tudom kinyitni az ajtót, és csak akkor tudok pályázati pénzhez jutni. Tehát azt a kulcsot, amit jelen esetben pályázatnak nevezünk, nagyon gondosan minden egyes kis tollát jól kell megreszelnünk ahhoz, hogy majd beilljen a zárba, és ki tudja nyitni az ajtót. Mit jelent? Ez azt jelenti, hogy formailag az épületet kell ismerni, energetikailag kell tudni. Tudni kell, hogy mennyi karbon tudunk megspórolni. Tudni kell, hogy milyen jövedelmünk volt, mi az, amire eshetőségünk van, milyen feltételek vannak. Tehát én azt mondanám, hogy egy nagyon-nagyon bonyolult, nagyon-nagyon sok tollú kulcsnak minden egyes porcikáját, ha jól reszeljük meg, akkor biztosan beillik a zárba, biztosan kinyitjuk az ajtót, és biztosan pályázati pénzhez jutunk, ami jelen esetben 60%-os támogatást jelent. Ez még nekünk, szakembereknek is bonyolult, mert minden pályázatot újra meg újra kiírnak, mindig új meg új dolgot találnak ki. Ezeken mi is órákat, napokat dolgozunk, tanulmányozunk, és gyűjtjük ki, hogy miben módosult most a pályázat, mint a tavalyihoz képest. Utána, mint tavaly, egy előadást tartunk önöknek december 27-én, ez egy egésznapos előadás lesz, ahol megtanítjuk önöket az összes olyan részletre, amivel, ha elindulnak, esélyük van a pályázat befogadására, esélyük van a több 10 vagy netán 100 millió forint fogadására. Természetesen, hogyha ezt önök nem merik vállalni, mert olyan nagy a feladat, az előadást követően úgy döntenek, hogy mégis inkább a cégünkre bízzák, szívesen megtesszük. Engedjék meg, hogy itt elmondjam azt, hogy tavaly ilyenkor, szintén karácsonykor, 19 pályázatot írtunk meg. A 19 pályázatból 17-et nyertünk. Azt a kettőt, amit nem nyertünk, az valójában nem a mi hibánkból nem nyertünk meg. Olyanok voltak az adottságok, a feltételek, hogy nagyon határértéken mozgott a pályázat, és sajnos nem a határértéken belül, hanem a határértéken kívüli mellett döntöttek. Természetesen mind a kettőre fellebbeztünk, elképzelhető, hogy utólag így mégis megadják azt a két pályázati pénzt is. Tehát kedves érdeklődők, fontos figyelem, ha pályázni akarnak, a pályázat megjelent, nem elég a pályázati anyagot összeállítani, előtte legalább 20 nappal regisztrálni kell, hogy önök pályázatot szeretnének majd beadni. Köszönöm a figyelmet!